paktumot kötött a DK és a Momentum a Gyurcsány párt fővárosának minősülő Újbudán korrupciós leosztás történt. Bár hangzatos szavakkal tiltakozott a Momentum a már 2010 előtt is jogerősen börtönbüntetésre ítélt Ceglédi Csaba ügyében, a politikus bűnöző mégis a legnépesebb kerület jogi képviselője maradhat, több 10 millió forintot zsebelve be ezért, mert amikor a legutóbbi önkormányzati ülésen előterjesztésemre szavazott a testület a megbízás megszüntetéséről, akkor azt már nem támogatták Orosz Annáék. Cserébe a Momentum is kifizető helynek használhatja az ország 5. legnagyobb költségvetésű önkormányzatát. Titkosította a Transparency International elnöke a saját közmegbízatását havi 1 millió heti egy munkanapért. Ezzel a címmel tartottam sajtótájékoztatót, és hívtam fel a figyelmet a Momentumos Jéghegy csúcsára, majd e sajtótájékoztatót követően 3 nappal végre nyilvánosságra hozták az egy hónapja hiába kért szerződést, és annak módosítását, ugyanis a lelepleződés után 500 000 forinttal csökkentették az átláthatósági biztos, még így is pofátlan, kezdetben titkosított megbízatását. A DK-s Ceglédi Csaba idegen légiósként küzd meg az újbudai pénzéért. Az adócsalás és magánokirat hamisítás miatt már 2010 előtt is jogerősen elítélt szombathelyi politikus bűnöző Újbuda jogi képviselője lett. 10 milliókat tehet ezért a mellékállásáért zsebre, hiszen csak szavakban tiltakozott a vállalhatatlan megbízatása ellen a Momentum, a Jobbik és végül az LMP is. Amikor azonban előterjesztésemre szerződést bonthatott volna az önkormányzat, akkor azt már nem támogatták most a júniusi képviselőtestületi ülésen. Jakab Péter kiszivárgott hangfelvétele szerint piszok nehéz volt azokkal leülni egy asztalhoz tárgyalni, akik ellen egyébként létrejöttünk, mert a Jobbik tolvajok ellen jött létre, valljuk be. Ezt mondta a Jobbik elnöke, és most, hogy a köpenyekforgató párt Újbudán is a DK ejtőernyős jelöltjét támogatja, még a Momentum alelnöke és helyi alpolgármesterével szemben is, ez azt jelzi, hogy a 21. századi politikaként hirdetett árulás keretében inkább az ex-kommunista kormányon már leszerepelt őskövülettel köt alkut a Jobbik, pedig akár a választókra is bízhatnák a döntést Gyurcsány pártjának immár nyílt támogatása helyett. A DK jelöltje Gyénémet Erzsébet kommunistaként kezdte politikai pályafutását, majd a kommunista utódpárt az MSZP politikusa is volt. Másfél éve az önkormányzati választáson még a 17. kerületben indult polgármester jelöltként, majd miután ott elbukott, ejtőernyősként Újbudára dobnák, hát egy súlyos csapásként. A Mi Hazánk Mozgalom Újbudán már szerzett önkormányzati mandátumot, most az országgyűlési választáson is indulok itt, 3. utas jelöltként. Bár a Jobbik frakciója 2016-ban kizárt engem, mert Simicska Lajos elszámoltatását szorgalmaztam, én továbbra is vallom, hogy az államtól lopott vagyonnak nem egy pártkasszában, hanem az államkasszában van a helye. Ilyen korrupt elvtelenség után pedig a Jobbik nyilvánvalóan Mészáros Lőrinccel is kész lenne hasonló módon kiegyezni, viszont a Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen párt, amelynek nincs és nem is lesz oligarchája, ezért is indulhatott nyomozás nemrég egy feljelentésemre, például egy korrupciós ügyben egy fideszes helyettes államtitkár ellen is, mert mi komolyan gondoljuk az elszámoltatást. A 6 milliárdos költségvetési csalással vádolt Ceglédi Csaba ügyvédi kamarai tagságát a Vas megyei ügyvédi kamara megkésve bár, de 2010 októberében felfüggesztette, akkor rögtön előterjesztést nyújtottam be újbudai jogi képviseleti megbízásának megszüntetése érdekében, de a koronavírusra való hivatkozással csak most tűzték napirendre. Ha a Momentum, a Jobbik és az LMP valóban komolyan gondolta volna a tiltakozását
a politikus bűnözőt Szeglédi Csaba ügyében is nem csak kommunikációs fogásként magyarázkodtak volna, akkor Újbuda 25 fős képviselő testületéből csak 10 támogatta volna ezt az ügyvédi megbízatást, a döntő többség tehát határozhatott volna a szerződés felbontásáról, de egyik képviselőjük sem szavazta meg, a Szivárvány koalíció tehát összezárt. Pedig a Momentum korábbi magyarázkodása szerint, idézem, Szeglédi Csaba megbízása kapcsán, nemhogy nem szolgálja a közbizalom helyreállítását a Fidesztől átvett önkormányzatokban, de egy öngól a teljes ellenzék hitelességét rombolja, hogy egy pártközeli, egyértelműen nem független korábbi MSZP-s politikust bíz meg önkormányzati cégek átvilágításával. A Jobbik magyarázkodása szerint pedig az, hogy Gyurcsány Ferenc bizalmasa, akit már 2010 előtt jogerősen elítéltek adócsalásért és magánokirathamisításért, újra pozícióba jut, ráadásul céges átvilágítások kapcsán az ellenzéki együttműködés megcsúfolása. Ezt mondta a Jobbik, és azt is, hogyha megengedik, hogy a 2010 előtti letűnt korok dicstelen figurái újra az élvonalba fúrják magukat, akkor mindannyian veszítettünk. Akkor hiába valóak voltak az elmúlt évek erőfeszítései, kompromisszumai, fogalmazott a Jobbik, de végül a Jobbik is beállt ezeknek a bűnözőknek a sorába. És hát végül zárásként az LMP pedig úgy magyarázkodott, nem tartjuk észszerűnek és elfogadhatónak, hogy egy olyan ember cége vizsgálódjon közpénzeket érintő ügyekben, aki maga sem megbízható. De végül mégis az LMP is elfogadta valamiért, képviselőjük is kiállt szavazatával a politikus bűnöző Szeglédi Csaba mellett.